Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! A szalézi rendről szólnék most ez alkalommal, és azért vettem az előző hitanórára magát Szalézi Szent Ferencet és Chantal Szent Franciskát, akik hát egy jó lelki barátságban alapítottak szerzetes intézményeket. Azért vettem őket, hogy érthetővé váljék, hogy vajon miért vette föl a szalézi nevet Boszkó Szent János. És ha még emlékszünk rá, akkor egyrészt volt bennük egy nagy nyitottság az akkori korhoz viszonyítottan, tehát nem voltak klauzúrás nővérek, aztán hát a technikai eszközöket is nagyon felhasználta Szalézi Szent Ferenc, ezért is lett ő az újságíróknak a védőszentje, és egy általános pozitív életszemlélet, ami a világnak a értékelését komolyan vette, ez volt jellemző rájuk. Most a Don Bosco Szent János, mi már csak így mondjuk, hogy Don Bosco, mert az ugye urat jelent, Bosco Szent János, az született 1815-ben Torino környékén. Érdemes tudni az akkori időkről és az akkori korról, hogy az már erőteljesen az iparosodásnak a kora volt. Hát Torinónak mind a mai napig híres autóipara, meg gyár, azaz, ugye a Fiat gyár, autóipara van, és akkor még nem volt egyesített Olaszország. Mert amikor azt mondjuk, hogy Olaszország, az nekünk egy egyetlen országot jelent, de az nem így volt abban az időben. Volt a Piemonti királyság, azaz északi rész, volt középütt a pápai állam, és akkor aztán lenn ott a csizmának, ott az orrába, ott az a Szicília, meg minden, tehát, és az olaszokban akkor tájt az Unita Italia, az egységesített Itália gondolata az egyre erőteljesebb volt, főként ugye a szabadságharcok idején, és hát azért kapott egy ilyen egyház ellenes élet is az Unita Italia gondolat, hiszen középütt volt a pápai állam, azaz egységesített olasz országot akadályozta. Mert ma a pápai állam egy fél négyzetkilométer, Rómának egy része a Vatikán. De addig az egész középső részét jelentette a Félszigetnek, Itália földjének, és hát nyilván, hogy ott, ahol a pápa volt az ország és az állam vezetője, ott egészen más szabályok voltak, mint azt kell mondani, egy erőteljesen liberális és hát egy ilyen forradalmi hangulatú világban, amiben volt például Torino is. Most ezt azért kellett elmondani, hogy egy olyan környezetben születik, ahol nagy az iparosodás, ennek következtében a peremvárosokban nagy a szegénység, és ugyanakkor föltörnek ezek az eléggé egyház ellenes eszmék. 1815-ben született, az apja az másodszor nősült Boszkó Jánosnak, első felesége az belehalt a szülésbe, de a gyerek megmaradt, az lett a bátyja később Boszkó Jánosnak, aki hát nem nagyon értékelte Boszkó Jánosnak a képességeit, meg hogy tanulni akar, mert mindig csak a munka meg a haszonszerzés volt aztán a fél testvérének az eszébe. Megnősült még egyszer, abból a házasságból született vagy három gyermek, de nem sokkal a gyerekek megszületése után az apjuk meghalt, tehát ő, hogy így mondjam, az anyjára volt bízva, így nevelődött, ennek megfelelően hát elég nagy szegénységben. De nagyon korán kitűnt, hogy hatalmas képességei vannak Boszkó Jánosnak, mert egyrészt félelmetes memóriája volt neki, meghallgatott egy prédikációt és vissza tudta mondani. Úgyhogy volt, amikor maga a prédikáló pap megkérdezte, hogy mit is mondtam, és akkor visszamondta. Tehát egyetlen hallásra vissza tudott
akkoriban a prédikációk félórásak voltak, minimum, ugye vissza tudtam mondani. Nagyon jó kézügyessége volt neki, hogy elmehetett volna vígan cirkuszosnak. Úgyhogy ilyen adottságokkal azért mégiscsak elindult a tanulás útján, annak ellenére, hogy az a féltestvér bátyja nem nagyon akarta, de aztán a plébános is segítette őt. Úgyhogy magasabb iskolákba is eljutott, ilyen gimnázium félébe, de nem tudták fizetni a kollégiumot, a bentlakást, és ennél fogva sorkosztos diákként, még valami ellenszolgáltatásért különböző házakban lakott. Na most ez is az isteni gondviselés volt számára, mert ott, ahol volt valami mesterség, azt mind megfigyelte, és próbálta elsajátítani. Amelyik háznál lakott, hogy amit csinált a gazda, azt nagyon jó érzékkel megfigyelte, és elsajátította. Na így azután aztán hát végül is a papi pálya állt előtte, hogy ő szeretne pap lenni. De hát nem tudta, hogy most szerzetes legyen, vagy világi pap. Lényeg az, hogy egy egyházmegyei szemináriumba ment, ahol fölkészült, és ott is hát minden iskolaversenyt megnyert kiváló eszével. Úgyhogy lehet azt mondani, hogy a korábban, amikor az megfelelő idő volt, hát talán egy kicsivel később, mert ugye akkor már 23 évesen is pappá szenteltek embereket, 26 évesen pappá szentelődött, és hát az első kápláni helyén egy ilyen gyerek odavetődött hozzá a minisztrán, aztán hát rájött arra, hogy ez se írni, se olvasni, semmit se tud. És hát ez a gyerekkel foglalkozni kell. Nem azt mondta neki, hogy hát keressél valami olyan szerzetet, mondjuk a, mit tudom én, vannak a piaristák Olaszországban, nem azt mondta, hogy ő elkezd vele foglalkozni, de a gyerek hozott egy másikat, még egy másikat, harmadikat. Nagyon rövid idő alatt megszaporodtak a gyerekek, akikkel ő elkezdett foglalkozni. És miután hát ő le tudta őket kötni, egyrészt kiváló előadó volt, másrészt még ilyen bűvész mutatványokat is csinált meg, tanította őket, hát egyre több gyerek ment oda, csak az volt a nehézsége, hogy hova vigye a gyerekeket, mert mindenütt, hogy így mondjam, kitelt a becsület, mert a gyerekek zajongtak, ha befogadta egy plébáni, akkor egy idő után maga a plébános mondta, hogy most már elég legyen, akkor a, mit tudom én, kórház lelkészséget is vállalt, ott adtak neki egy ilyen megfelelő házrész, de akkor maga a kórház igazgatóna, egy grófnő, az volt a tulajdonosa, azt mondta, hogy hát most válasszon, most, hogy vagy marad kórház lelkész, vagy megy a gyerekekkel. Hát ő mindig a gyerekekkel volt, és közben egy ilyen oratóriumot alakított, az a mi megfelelőségünk szerint egy ilyen kollégiumot, és itt adta a szalézi nevet annak a kis kápolnának, ahová jártak. Na most nagyon nagy hatással volt a gyerekekre, mert el lehet képzelni, hogy a kezdetén egy olyan gyerek vetődött oda, akit 15 éves korban halt meg, és utána szentté avatta az anyaszentegyház, Savio Szent Domonkost. Na most ő, Don Bosco, vagy Boszkó Szent János, azt mondta, szakmát kell adni a gyerekeknek, amiből meg tud élni. És ilyen szempontból ő volt az a rendalapító, aki az iskolásoknak nem egy egyetemet tűzött ki célul, hogy na elvégzik, aztán egyetemre jutnak, piaristák, jezsuitáknál ez mindig magas rendű cél volt, hanem legyenek jó szakképzett embereink, akik ugyanakkor vallásos emberek. És hát ez nagyon fontos a mai időkben is, és szakmát adott, és mind a mai napig a szalézi iskolákban szakmát is tanulnak. Én jártam még a rendszerváltás előtt Bécsben, Havasi József, aki szalézi volt, ismertem messziről, mert pestújhelyi származású volt, és ő a bécsi szaléziánumnak volt a házfőnöke, és ott fölkerestem, hát ott olyan rend volt, olyan tisztaság, olyan ipari tanulóknak tartott iskolában,
És akkor én kérdeztem, hogy hát te ezt hogy tudjátok így megoldani, hát nálunk néha kicsit olyanok, mint a vandálok ezek a gyerekek. Hát azt mondja, úgy van, hogy a papától beszédünk ősszel egy nagy összeget, és azt mondjuk, hogy a legnagyobb kamatra behelyezzük, hogyha a fia nem tör zúz évközben, akkor évvégén nagy kamattal visszaadjuk a pénzt. Ha pedig a fia itten valamit rendetlenkedne, akkor levonjuk belőle. Szóval ilyen praktikusan csinálták, hogy ilyen ipari tanulókat, hát ilyen formán is fegyelmeztek. Na most aztán hát ugye megkapták az elismerést, több fokozatban volt. 1859-ben, 69-ben, 74-ben ilyen pápa jogú intézménye is lett, és nagyon sok ilyen fiatal papi szegődött hozzá, és ők fölvették a szalézi nevet. És hát a szalézi név az, mint egy cél és egy szellemiséget biztosított számukra. Hozzá kell tenni, hogy a kezdeti alakuláskor az édesanyja nagyon sokat segített, a Margit mama, az iskola megalapításába, és egy bizonyos Mazzarello Mária hölgy, egy ilyen nővér, akivel megalapította a szalésziaknak a női ágát a lányok számára. És aztán még egy ilyen pártoló tagságot is, mondhatnánk ilyen modernkori harmadrendi tagságot is létrehoztak. Tehát rögtön a kezdetén voltak fiú tanulóik, leány tanulóik, és hát volt egy pártoló tagságuk, akik világi hívekből álltak, és nagyon gyorsan elterjedtek, úgyhogy misszióra is jutott az erejükből. Mentek Dél-Amerikába, eljutottak Távol-Keletre is. Magyarországra 1913-ban jöttek Péliszent földre, az ottan Bajót környékén van, fönn a Dunakanyar alatt. Oda hívta őket Csernok János, akkor már esztergomi bíboros volt, akkor ment innét Kalocsáról oda, és ő hívta az első szalézi atyát, aki már korábban 8-10 éve előtte Németországban megismerkedett a szalésziakkal. Érdekes, hogy az akkori tartomány központjuk a később nagyon hírhet nevű Auschwitzben lett. Tehát akkor még a század elején senki nem gondolta, hogy ott lesz majd a haláltábor. Auschwitzban volt a németországi központ, ahonnét jöttek ide Magyarországra a szalésziak, Péliföld, Szentkeresztre, több helyütt, a főként városokban létesítettek intézményeket, és nagyon híres lett a Rákospalotai Szaléziánum, ott a Károly grófok adtak nekik területet, és híres nyomdájuk volt, az volt a Boszkó Szent János nyomda. Nagyon sok hitbuzgalmi írást adtak ki, mert ahogy említettem, Szalézi Szent Ferenc is használatba vette a nyomdát, és nagyon sok könyvet, meg ilyen hitbuzgalmi írást adott ki. Ugyanazt tette Boszkó Szent János is, mert valami 30 kis könyvecskét írt a tanulóknak, meg a társaságának a számára. És hát egyenes volt a fejlődés. Magyarországon Rákospalotán volt a szalésziaknak nagy nyomdája. Hogyha látunk még ilyen régi könyveket, és látjuk azt az írást, hogy Rákospalota, szalézi művek, akkor ez az lenne. Akkor még nem volt benne Budapestben Rákospalota, mert az 1950-től került bele, mint 15. kerülete Budapestnek. Hát én szolgáltam azon a részen, úgyhogy emlékezett, és sőt ismertem olyan atyákat, akik ott voltak a szaléziánumban, és szaléziakat is ismertem. Önekik a pedagógiai módszerük, amit majd hát föl is olvasnék, mert ilyen levele van a Boszkó Szent Jánosnak, a megelőző pedagógia volt. Ugyanis nekünk az a
problémánk, hogy mi utána kullogunk az eseményeknek. Elnézést, van úgy, hogy most is jött valaki, hogy nagyon sok problémája van az unokájával, bejött, hogy hát volna itt egy atya, aki egy kicsit rendbe szedni a gyereket. Tehát valahol itt van, ami régi fajta pedagógiánknak a hibája, hogy a rossz gyereket akarjuk már megjavítani, és nem megyünk eléje. Ő pedig főként árva gyerekekkel foglalkozott. Hát annak idején nekem is volt olyan osztálytársam, közismert személyé vált politikai életbe. Az apja úgy hozta oda a gimnáziumba, mi másodikos piarista diákok voltunk, és mondta egykori egy osztályfőnökének, hogy tanár úr, bármivel, de hasonlálja, aztán próbálja megregulázni, mert már mások nem bírtak vele. Volt ilyen, és hát több helyütt ugye, ilyen pedagógia van, hogy utólag kullogunk a jellemileg már eldeformálódó gyereknek. Ő pedig azt mondta, hogy előzzük meg. Milyen módszerrel? Először is próbáljuk meg a gyereket egyéniségként kezelni. Tudnék, van a frontális nevelés, amit én is csinálok, ilyen frontális oktatás, itt tűnnek előttem, és én mondom a magamét. Ezt csinálták a régi iskolákban is, hogy olykor 100 gyerek is benn volt, és akkor a tanító kiállt, és akkor mondta. Mindet, az egészet egyszerre nevelte. Ők még azt mondták, hogy miután minden gyerek egyéniség, próbáljuk megkeresni azt, ami őt érdekli, vagy megfigyelni, hogy miért rendetlenkedik, miért unatkozik, miért, mert nem biztos, hogy azért, mert nem érdekli, hanem lehet, hogy azért, mert sokat tud már, és unja, hogyha mindig ugyanazt hallja. Tehát figyeljük meg, keressük meg azt a pontot a gyerek életében, ahol őt meg lehet fogni. És nagyon fontos a bizalom, mondta Boszkó János, és hát idéztem már egy alkalommal, hogy annyira bízott a gyerekekbe, hogy amikor a büntető intézetből a kamasz gyerekeket kivitte, még a rendőrfőnök is azt mondta, hogy nem engedhetjük ki, mert el fognak szaladni, még eltűnnek. Azt mondta Boszkó, hogy bízza rám. És akkor kivitte és hiánytalanul visszavitte a gyerekeket a büntető intézetbe is. És akkor mondta a rendőrfőnöknek, hogy hát nézze, lehet nevelni botta, meg lehet vallásos meggyőződése, így mondta oltári szentséggel. Na most az ő megelőző pedagógiájában az volt, hogy kérhatni az értelemre, a vallásos nevelés nagyon fontosnak kell tartani, és miután sok árva gyerekkel foglalkoztak, pótolni kell valamilyen módon a meg nem kapott szeretetet. A árva gyerekek hányódnak, szüleik nincsenek, abban az időben nagyon sok árva gyerek volt, mert elhaltak korán a szülők. Ma az állami gondozásban nem föltétlen azért van a többség, mert nincsenek meg a szülei, hanem vagy el kellett tőlük venni, vagy egyszerűen elhagyták a gyereket. Na most te azt mondta, hogy az értelmi nevelés, és a praktikus értelmi neveléssel, hogy mindig a maga korának megfelelően tágítsuk a gyereknek az értelmét, és soha ne mondjunk neki olyat, amit alapvetően meg kell másítani, hanem csak még teljesebben fejtünk ki majd. Tehát ha kérdez valamit a gyerek, akkor úgy válaszoljunk, hogy azt ne kelljen később megcáfolni. Az értelmére hassunk a gyereknek, hiszen való igaz, hogy a gyereknek az értelme az hallatlan nagy, mert annyi mindent be tud fogadni, amit mi már nem tudunk. Tehát gondoljunk a nyelv, az anyanyelv megismerésében, milyen roppant gyorsan fejlődik a gyerek, mennyi szót megtanul, meg mi egyebet, fogalmat, ismeretet a világról, és az értelmére hassunk. De fontos a vallási nevelés, mert a vallási nevelés tudja megadni azt a nagy képet, azt a nagy életcélt, ami miatt egy ember élhet. Ugye akkor, amikor a
vallási nevelést, hittant kitiltották az iskolákból, akkor nem is gondolták, hogy milyen nagy veszteség éri ezáltal a gyereket. Ez még egy régi vita volt, egy pap meg egy ilyen tanár beszélgettek egymással, és azt mondja, hogy a tanár, hát azok a gyerekek se, akik itt arra járnak, azok se jobbak, mert rendetlenkednek, meg ugyanúgy csintalankodnak, meg minden. És a pap azt mondta nagyon bölcsen, hogy hát mert gyerekek, az a gyerek mindig ilyen volt, de ott már hall olyan dolgokról, amire ő a másik gyereknek évtizedeket kell várni, mikor fölteszi azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi is élek? Mi az életemnek a célja? Mert aztán eljön egy kor mindenki életébe, ha nem is tanították, hogy ezt a kérdést fölteszi. És azt mondja, itt megelőzzük, mert ezekre a nagyon nagy kérdésekre, ami az élet bölcsességéhez szükséges, már most választ adunk. Lehet, hogy föl se fogja teljesen, de majd idővel, majd rájön arra, hogy amikor ő vele ezt tanították, ezt mondták neki, és mennyire jó, hogy beleágyazták a mindennapi tudásába azt a nagy perspektívát, azt a nagy célt, hogy az emberi életnek végül is az üdvösség, az Isten a végső célja, ami nélkül az egész küzdelmünk, munkánk valamiképpen torzó marad, hogyha az életünknek a végén meg kell állapítani, hogy hát most a halállal jön a nagy semmi, a nagy megszűnés, és nincs tovább. De az üdvösségre és a vallás igazságokra való tanítás az éppen ettől óvja meg az embert, hogy ne vesszen el az élet részleteiben annyira, hogy az élete, hogy így mondjam, vargabetűvel kisikoljon, hanem tudjon előre haladni. És aztán mondja azt, hogy a szeretetet gyakorolni kell, hogy meg is érezze az a gyerek, hogy őt szeretik. Főként ugye hát olyan gyerekeket, akik árva gyerekek, olyanokat kell valamiképpen különösen is érzelmi módon is nevelni, tehát meg kell tartani az ünnepeket, jobban oda kell rájuk figyelni, és azt, amit nem kapott meg a szüleitől, ha nem is lehet minden estig pótolni, de vissza lehet adni sokat abból. És hát ez volt neki ez a megelőző pedagógiája, amire aztán ugye még rájött, hogy bizalom, aztán nyitottság minden emberi értékre, ne síránkozzunk a mai világ fölött, hogy milyen rosszak, meg mit tudom én, már ezek a fiatalok, mert való igaz, vannak olyan dolgok, amik nem voltak korábban, de én egyszer összegyűjtöttem egy ilyen idézett gyűjteményt, kezdtem a babiloni agyaktábláknál, Shakespeare-től vettem ki részeket, aztán ókorból, meg későbbi nevelőktől, hogy hogyan vélekedtek az ifjúságról. Hát mindegyik azt mondta, ez már olyan, hogy szörnyű. Ez már sose lesz olyan, mint az előtte lévő volt, meg egyáltalán itt már minden lefelé megy. És mikor ezt úgy az ember beolvas, hogy ezt mondták 2000 éve, 5000 éve, 500 éve, akkor elgondolkodunk rajta, hogy néha mi is ilyeneket mondtunk. És azt mondja Boszkó János, aki ugye Don Boszkó lett később, ugye Boszkó úr, és hozzáteszünk, hogy Boszkó Szent János, van róla fénykép is már, ugye mert 1888-ban halt meg, azt mondta, ne síránkozzunk. Próbáljunk még pozitívan hozzáállni, mondanák ma, hogy annak kell örülni, hogy a gyerek vidám és jókedvű, játszik, és ezt használjuk föl, ezt a képességét a gyereknek a mindennapok örömére is, és hát, hogy sok türelemmel kell őket nevelni és elfogadni.
De ez volt a nagy elve Boszkó Szent Jánosnak, és ezt adta tovább. És nagyon, hát én ma is ismerek szalézi atyákat, fiatalokkal, foglalkozókat, hogy pontosan ezt tapasztalom náluk, hogy a rendalapítónak a nagy karizmája, mondjuk így, nagy képessége, az így is öröklődött, hogy ezt átadta. Hát mit mondott ő a társainak, hogy hogyan kell nevelni a gyerekeket? Mondja, hogy ha azt akarjuk, hogy meglássák rajtunk az emberek, hogy mi a növendékeink örök boldogságáért fáradozunk, és őket sajátos feladataik teljesítésére tanítjuk meg, akkor mindenek előtt szükséges, hogy sohasem feledkezzetek meg arról, hogy ti e szeretett ifjak szüleit helyettesítitek, ugye árva gyerekek vagy, akik ott vannak az iskolában, akkor a tanító helyettesíti a szülőt. Ezekért az ifjakért mindenkor szeretettel munkálkodtam, tanultam, és teljesítettem papi szolgálatomat, de nem csak én magam, hanem az egész szalézi társaság is. Rövidnek éppen nem mondható eddigi életemben, fiacskáim, hányszor meg kellett győződnöm e nagyszerű igazságról. Könnyebb dolog valakire megharagudni, mint őt elviselni. Könnyebb a gyermeket megfenyíteni, mint őt meggyőzni. Sőt, nyíltan megmondom, türelmetlenségünkben is önkényeskedve kényelmesebb dolog a makacsokat büntetgetni, mint határozott és nyájas türelmünkkel őket megjavítani. Hadd ajánljam figyelmetekbe Szent Pálnak azt a szerető magatartását, amelyet a hit újoncokkal szemben tanúsított. Ez a szeretet őt gyakran könnyekre fakasztotta, s arra serkentette, hogy könyörögjön is nekik, amikor úgy tapasztalta, hogy kevésbé tanulékonyak és ő szeretetének és az ő szeretetének ellenszegülnek. Vigyázzatok arra, nehogy olyannak tartsanak benneteket az emberek, mint akiket a megtorlás indulata vezérel. Nehéz dolog ugyanis a büntetésben megőrizni a léleknek azt a következetes nyugalmát, amelyre azért van szükség, nehogy azzal gyanúsítsanak bennünket, hogy csak tekintélyünk fitoktatása miatt cselekszünk, vagy hogy indulatunkat szabadjára engedjük. Tekintsünk fiainknak azokat, akik fölött valamelyes hatalmat kell gyakorolnunk. Legyünk inkább szolgálatukra, miként Jézus, aki azért jött, hogy engedelmeskedjék, s ne azért, hogy uralkodjék. Szégyeljük magunkat bármi uralkodni vágyás miatt. Ne uralkodjunk hát fölöttük, hanem inkább arra törekedjünk, hogy jobban szolgáljuk őket. Ilyen volt Jézus magatartása is az apostolokkal szemben. Elviselte őket, mint tudatlanokat és faragatlanokat, sőt, mint kishitűeket is, és a bűnösökhöz is olyan jósággal és meghitt szeretettel közeledett, hogy ezen egyesek csodálkoztak, mások pedig megbotránkoztak miatta, és ismét másokban pedig azt a bizalmat keltette, hogy kérjék Istentől bűneik bocsánatát. Ezért hagyta meg nekünk parancsban, hogy szelidek és alázatos szívűek legyünk. A mi gyermekeink ezek, tehát ha hibáikat javítani akarjuk, tegyünk félre minden haragot, vagy legalábbis mérsékeljük azt annyira, mintha egészen kiirtottuk volna. Ne legyen fölindulás szívünkben, ne legyen megvető tekintet a szemünkben, sem gyalázkodó szó ajkunkon, hanem legyünk irgalmasok minden adott helyzetben, a jövőre nézve pedig tudjunk remélni a javulásban, mint ahogyan az olyan igazi atyákhoz illik, akik a fiaik igazi megjavítására és jobbá tételére törekszenek. Az igen nehéz helyzetekben pedig tartsuk előbbre valónak azt, hogy esedezve és alázatosan kérjük az Istent, és nem mennydörgő szavak áradatát zúdítsuk a vétkesekre,
hiszen ez csak kárára lesz mindannak, aki csak hallja, és magát a vétkes sem javítja meg. Ugye, ez egy levele a rendtársaihoz, hogy nagyon őrizkedjenek attól, hogy az indulataik elragadják őket. Hát úgy gondolom, hogy ez a mai időkre is áll, hiszen néha nagyon nehéz az osztályban fegyelmet tartani, és merjük azt mondani, hogy a pedagógusoknak külön valamiféle önmegtagadást nem kell gyakorolniuk még pinteki napon sem, hogyha tanítanak, mert annyi sok türelmet kell gyakorolni a gyerekekkel szembe, különösen most, amikor a gyerekek szüleit is már nevelni kell sok esetben, mert a régi időkben az volt, hogyha a tanító a gyereket megbüntette, a gyerek el sem merte otthon mondani sok esetben, mert a szülő igazat adott, hogy persze, nagyon jót tette a tanító bácsi, és akkor még esetleg otthon is szorult miatta, most még bemegy, és akkor a szülő azt mondja, hogy hogy mert az én gyerekemmel, meg megyek az ombudsmanhoz, és hát sajnos még olyanra is tetlegességre is néha sor kerül. Tehát ilyen szempontból ténylegesen más a világ, mint abban a régi korban volt. De ő ezt a szeretetét gyakorolta. Egyébként az Ószövetségből vette a jelmondatát, ott egy alkalommal Ábrahámhoz mindenféle ilyen kis király, meg ilyen, hogy is mondjam, vallási vezető, többek közt Melkizedek, meg a Szodoma király, meg sokan mennek, és azt mondja Ábrahámnak, hogy ad nékem a lelkeket, egy összes csata után a többi mindent elvihetsz magaddal. Szodoma királya mondja. Tehát ő innét vett, hogy adj nékem embereket, és a többit elviheted. Tehát, hogy őneki ez a fontos a jelmondatában, hogy az emberi lelket, az embert akarja megmenteni, nem arra akar törekedni, hogy minél inkább meggazdagodjék belőle, hanem hogy az embereket szolgálja. A szaléziak, ahogy említettem is, Magyarországon is nagyon szépen fölfejlődtek, úgyhogy már a háború idejére, abban a 30 esztendőben, mert 13-ban már idejöttek, abban sok helyütt iskolákat létesítettek, és hát a szaléziaknál voltak papok és szerzetesek, akik az ipari tanulókkal foglalkoztak. 3 évvel ezelőtt avattak boldoggá Sándor István, szalézi szerzetes, aki vértanú lett. Ő az a szalézi szerzetes, aki 1914-ben született Szolnokon. Ilyen apja mávnál dolgozott, és hát ő is ilyen ipari tanuló lett. Később azonban fölkerülve Budapestre nyomdászinas lett, és hát bekerült a Szaléziániumba, és annyira megtetszett neki a szaléziak élete, hogy ő is, hát ő ilyen szerzetesnek jelentkezett, nem akart pap lenni, hanem kimondottan szalézi szerzetes. De hát közben jött a II. Világháború, besorozták, leszerelt, de nem csak, hogy a nyomdának nyomdásza volt, hanem foglalkozott a fiatalokkal. És miután Rákospalotán ilyen árva intézet volt lányoknak, fiúknak, ő is ezekkel foglalkozott. És akkor is, amikor már betiltották ezeket a rendeket, volt ilyen KIOE, Keresztény Ifjúsági Országos Egyesület, valami ilyesmi, de a lényeg az, hogy fiatalokkal foglalkozott, akik őt nagyon szerették, ilyen árva gyerekek voltak. Igen ám, de az új hatalom, hát mint minden hatalom, a fiatalságot megcélozta, és nagyon jó jött nekik, hogyha ilyen gyökértelen gyerekeket be tudtak sorozni az ÁVÓ-ba. Tehát ugye az egy janicsár iskola volt, mert az ÁVÓ-nak hát volt egy vezérkara, de bizony az ÁVÓ hát sorállományába paraszt gyerekeket, meg ilyen árva gyerekeket vittek, mert ezeket ottan jó át tudták nevelni, hogy a népellenségét gyűlölni kell, és így tovább. És így kerültek be olyan fiatalok,
is, akiket Sándor István tanított rendszeresen. Hittanórán találkoztak más alkalmakkal, és ők akkor is, amikor a ÁVO-ba besorozták őket, visszajártak, hát nyilván nagy titokba hozzá. De hát miután minden, ha nem is kamerázva volt, de minden be volt besúgókkal építve, hát előbb-utóbb ez kiderült, hogy ezek a katonák, méghozzá pártőrségbe besorozott katonák is kijárnak a Sándor Istvánhoz. Ez úgy kitudódott, és akkor mondták neki a szaléziek, hogy azonnal menekülj, és ő először menekülni is akart, fel is ült már vonatra, már Ausztriánál volt, hogy valahogy ott átmegy, de aztán a lelki ismerete megszólalt, hogy ő pedig ezeket nem fogja cserbe hagyni. Visszajött, akkor még egy valami álnéven, valami ipari üzembe dolgozott, de hát az is kiderült, és egy óriási koncepciós pert kavarintottak belőle, amiben halálos ítéleteket is hoztak. És hát őt is halálra ítélték, számítom a gyerekeket, akik ilyen gimnazista lányok voltak, 8-10 évre lecsukták, és a pártőrség katonáiból, ÁVO-s katonákból, akik megmaradtak hűségben Sándor István mellett az Istenhez és Jézus Krisztushoz, azok közül is kivégeztek kettőt, meg ilyen életfogytiglanokat osztottak ki, és 1953-ban őt is kivégezték, Sándor Istvánt is. Tehát 3 éve volt neki a boldoggá avatása, nem is tudják, hol van eltemetve. Valahol jeltelen sírba, de a mostani öreg szaléziak közül még többen voltak, akik emlékeztek rá, hiszen fiatal korukban együtt voltak vele is, és azt mondták, hogy úgy semmi különlegeset nem mutatott föl, tehát nem volt egy ilyen rajongó, nem volt egy ilyen, mit tudom én, csodákat látó, meg minden, hanem nagyon becsülettel végezte a nyomdai munkát, és közben foglalkozott a fiatalokkal, és hát mondjuk ez volt neki aztán a nagy bűne, ami miatt 1953-ban kötél általi halálra ítélték, és ki is végezték. És hát ez a vértanúság, ezért azután hát a boldoggá avatása nagyon sikeres volt és gyors, mert ugye a boldoggá avatása vértanúk esetében nem sok akadályba ütközik. Mindszenti bíboros, miután nagyon-nagyon sokat szenvedett, de nem volt konkrétan vértanú, de amikor Meszlényi, a segédpüspök ott halt meg a börtönbe, ezért sokkal hosszadalmasabb neki a boldoggá avatási eljárása, mert akkor többet vizsgálódnak, meg minden, de Sándor István esetében hát egyértelmű volt a vértanúság, és hát ez az ősegyháztól kezdődően mindig is a szentek elsője volt. Tehát a vértanúkat kezdetétől szentnek tartották. És hát így Magyarországon is van a szaléziaknak vértanúja, de hát van más is, más a világegyházban, akik hát szenté lettek avatva. Így lett szenté avatva aztán hát Boszkó Szent János is, akit mi Don Boszkó Szent Jánosnak hívunk, Boszkó úr, ugye, Boszkó úr, a Don Boszkó, és aki a szalézi rendnek a megalapítója. Hát nagyon nagy szükség volna a mai időkben is, mert amennyire lehetett, visszaálltak egy pár helyen a szalésziak, és foglalkoznak az ifjúsággal, de még többre lenne szükség, hogy pontosan ezt az ipari tanuló, a nem kifejezetten értelmiségi pályára készülő, de ugyanakkor nagyon értékessé tehető fiatalságot megfogják. Ja. Na most hát itt lehet látni egy ilyen féle szemléletből, hogy miért van annyi rendje az egyháznak.
a keleti egyházban ottan alapvetően vannak a baziliták, és azoknak van férfi ága, női ága a szerzeteseknek. És azok a szó hagyományos értelmében szerzetesek, hogy kvázi a remete félék is, hogy elvonulnak, dolgoznak kétkezi munkát, ha valaki fölkeresi őket, akkor jó tanácsokat adnak, vagy imádkozhatnak velük, de valójában egy nagyon elvonult életet élnek a keleti szerzetesek. És ott nincs is annyiféle rend, mint a latin szertartású római katolikus egyházba. A római katolikus egyházba pedig mindig, ahogy az élet és a helyzet kívánta, úgy alakultak újabb és újabb rendek. De ugyanakkor az is volt, hogy amelyik már, hogy így mondjam, nem volt akkora aktualitással és olyan időszerűséggel, azok hát úgy eltűntek. Betöltötték a hivatásukat, és eltűntek. Hát voltak annak idején, de most majdnem már megint lehetnének, ugye fogolykiváltók, meg trinitárisok, akik a török hódoltság idején kimentették a foglyokat. Tehát voltak ilyen szerzetes rendek. Akkor voltak olyanok, akik hidakat építettek annak idején. Hát ma már erre sincs szükség, mert ezt átvette a világ, hogy ilyen munkákat. De mindig van újabb és újabb olyan lelkiség, amelyik az idők jelein, mert az Úr Jézus azt mondja, hogy figyeljtek oda, hogy mit mond az idők jele, mi az, amire oda kell figyelni, ahogy is, amilyen módon csak lehet hirdetni az evangéliumot, úgy kell tenni. Hát úgy gondolom, hogy a Don Bosco rendje, a Szalézi Társaság az annak ellenére, hogy a 19. század közepén alakult, a mai időkben is roppant nagy időszerűséggel bír, mind a fiúnevelő, mind a leánynevelő ága, hogy a mai élet követelményeinek megfelelően képezze az ifjúságot. Hát ugye adj nekem lelkeket, mondta, és a többit vidd magaddal. Ugye a Boszkó Szent János ünnepének ez szokott lenni a könyörgése. Istenünk, te Boszkó Szent János áldozópap személyében, atyát és tanító mestert ajándékoztál a fiataloknak. A mi szívünk szeretetét is gyújts lángra, hogy egészen neked éljünk, és mindenkit hozzád vezessünk. Hát Boszkó Szent János, járjon közbe a mai pedagógusokért és a mai tanítványaikért, diákokért, hogy a krisztusi szellem egyre inkább meg tudjon valósulni a mi világunkban is. Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen.